Karacson a májusi hónapban sem maradnak a lakók program nélkül. Sipos Kornélia tájékoztat minket a részletekről. Május 1-én a sportpályán Köleves Fesztiválra várjuk vendégeinket. Reggel 8 órától lehet a sátrakat felállítani, majd 9 órakor lesz tűzgyújtás. A bográsban elkészített egytálételeket dél és fél egy között várja a zsűri. 14 órakor a Fun Company zenekar, majd 16 órakor az Akusztikum zenekar lép színpadra. A két koncert között 15 órakor kerül sor a főzőverseny eredményhirdetésére. A délelőtt folyamán sorversenyre is lehet jelentkezni a helyszínen, ezen kívül ugrálóvár várja majd a gyermekeket, és arcfestésre is lesz lehetőség. A Baracsi Társasjáték Klub május 4-én Templomoson, a kisiskolában, illetve május 11-én Apátszálláson a Faluházban minden társasjáték kedvelőt vár. A játék délutánok 15 órától kezdődnek mindkét helyszínen. Május 9-én csütörtökön 18 órától artista bemutató lesz a Faluházban. Május 10-én pénteken délelőtt 9-től 11 óráig vegyes árucikk vásár lesz a Faluházban. Május 14-én kedden 11 és 15 óra között ismét bac, gyógypapus és szandál vásárlásra lesz lehetőség a Faluházban. Május 15-én szerdán délután 16:30-kor a Faluház Színház termében Kis Dénes, a Dunai Városi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztály vezetőjének előadását hallgathatják meg vendégeink. Az előadás témája sajnos nagyon aktuális, az online térben elkövetett bűncselekményekről és ezek megelőzéséről lesz szó. Május 18-án szombaton a Horgász Civil Társaság szervezésében pünkösdi horgászverseny lesz a Baracsi Horgásztónál. Május 24-én pénteken a gyereknapi műsorainknak ezúttal a Faluház ad otthont. Délelőtt 10:30-kor Disneylander csillagai zenés-táncos interaktív előadással várjuk a gyerekeket. 12 órától pedig a nagyobb korosztály veheti birtokba a tornacsarnokot, amely lézerharcpályává változik egészen délután 4 óráig. Május 25-én szombaton a Faluházban a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület, más néven Bebe, várja retro diszkóra és karaoke partira az érdeklődőket. A program este 8 órától kezdődik. Május 27-én a Dérinél program keretein belül láthatják vendégeink a Helység Kalapácsa hős költemény előadását Besenci Árpád Jászai Díjas színművész előadásában. A programon való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Május 28-án kedden délután 13:30 és 14:30 között véradásra lesz lehetőség a Faluházban. Köszönjük, hogy eddig velünk tartottak és programajánlóinkat megtekintették. A továbbiakban Baracsi Faluház Facebook oldalán követhetik nyomon eseményeinket és programjainkat. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.